Tiszaeszláron jelenleg ebben az épületben működik a házi orvosi rendelés, és ugyanitt található egy kis vegyesbolt is. A helyi lakosok évtizedek óta használják ezt a fontos útszakaszt, köztük Erzsike néni, aki elmondta, sokáig igen gidres-gödrös volt. Idén nyáron nyert el mai formáját. A polgármester azt mondta, amint egy 8 millió forint értékű beruházás keretén belül egy 600 méteres útfelújítást tudtak megvalósítani. Ez az útszakasz, ez egy belső használati út, de annyira rossz volt már, hogy már a mentősök is kérték, hogy valamit csináljatok vele, mert nem lehet rajta elmenni. Tehát tényleg igaza volt a nénének, mikor mondta, hogy gidres-gödrös, és most a Magyar Falu programban megpályáztuk, és megcsináltuk ezt az útszakaszt. Nem csak ezt csinálták meg, hanem folyamatosan zajlanak a felújítások, mondta el Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője. Az elmúlt időszakban a 36-12-es a Tiszalöktől Tiszadobig tartó út megújult, szinte teljes hosszában. Tiszaeszlár ugye egy bekötő úton van, az eddig is jó volt, de Vashalom bekötő útvonal, mintegy 2,5-3 kilométer hosszan megújult, és Mávújtelepnél is megújult egy szakasz, és nagyon örülök, hogy a település pályázott a Magyar Falu programban, mert így belterületi utat is fel tudtunk újítani. Gyopáros Alpár emlékeztetett, hogy a magyarországi vidéki települések népesség száma lényegesen nagyobb arányban és gyorsabb tempóban fogy, mint a nagyobb városoké. Ez leginkább azzal magyarázható, hogy a fiatalok a nagyobb városokba költözve keresik a boldogulásukat. Ezért a kormány 2018 óta széleskörű egyeztetéseket folytat a települések vezetőivel annak érdekében, hogy olyan támogatásokat tudjanak adni, amelyek a helyi életminőséget valóban képesek javítani. Ilyen útfelújítást egyébként országszerte a program indulásától kezdődően 2770 helyszínen végeztünk már el, és ezeknek az összértéke 65 milliárd forint, de további 1400 településen vagy 1400 helyszínen járdák, kerékpárutak is épültek ezekhez az utakhoz csatlakozva. Ez is valamivel több mint 10 milliárd forint értékű fejlesztést jelentett, és minden pályázati fejlesztést összeszámolva pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a program indulása óta 46 milliárd forintnyi támogatás érkezett már. Az ünnepélyes átadó után Gyopáros Alpár kormánybiztos, valamint a környékbéli települések vezetői szakmai tanácskozást folytattak a további szükséges beruházásokkal kapcsolatban.